Supreme Master Qinghai's lectures are not a complete meditation instruction. Please do not try alone. For free of charge guidance, please visit godsdirectcontact.org or contact any of our centers near you. Dearest Master, thank you for your loving reply to our invitation. Even if you wrote, "Don't think I can make it," and "Can't promise," we all feel and hope that you will come if it is at all possible. We need you very much in Europe right now. With this terrible war in Yugoslavia and Kosovo, and the 1.4 million refugees it has caused, many people just can't bear to see all the misery and unhappiness anymore on TV every day. We all feel so helpless when faced with so much tragedy. The only positive side to all this human misery is that many people who used to just live from day to day, not caring much what happened around them, are finally waking up and looking for more sense to life. There seems to be a more open attitude towards spiritual matters. Kedves közönségünk, tisztelt vendégeink! Abban a nagy megtiszteltetésben van részem, hogy köszönhetem Önöket ezen a rendkívüli előadáson. Itt és most Magyarországon először, ahol találkozhatunk Qinghai legfelsőbb mesterrel. Nagyszabású európai előadókörútján Budapestre is ellátogatott. Örülök, hogy időt tudtak szakítani, és eljöttek erre az előadásra, hogy együtt élvezhessük ezt a rendhagyó programot. Qinghai legfelső mester ezt Kuan Yin módszernek nevezte el, mert első nyilvános előadásain formosán tartotta. Kuan Yin egy kínai kifejezés, amely a belső rezgés megfigyelését jelenti. A mester elmondása szerint valójában ez nem igazán egy módszer, ez a mester ereje. Ha rendelkeztek vele, akkor át tudjátok adni. A módszer transzcendentális, melyet nyelvünk nem tud kifejezni. Még ha valaki le is tudja írni nektek, nem fogjátok megkapni a fényt és a rezgést, a belső békét és a bölcsességet a mester ereje nélkül. És ha megengedik, bemutatnám másik gyakorlótársunkat, aki szintén egy pár szóban beszélne Önökhöz. Köszönöm. Üdvözlöm Önöket! Akik ismernek engem, talán csodálkoznak egy kicsit, hogy itt vagyok. Mit keres egy mélyen hívő, keresztény ember egy ilyen helyen? Talán vallást akar váltani? Az ember így váltogatja a vallását, mint a ruháját, egyik nap ezt viselem, másik nap másikat. Nem vallást váltani jöttem ide. Csak kerestem valamit, ami a segítségem lesz abban, hogy megvalósítsam mindazt, amit az Istentől kaptam. Azt a tanácsot adta az Isten, hogy
vizsgáld meg a gyümölcsöket, és akkor el tudod dönteni, hogy ez az ember tényleg tőlem van-e, vagy nem. Hát én is megvizsgáltam a gyümölcseit. És tudod, azt gondoltam, igen, ezeket szeretném én is teremni. Csak kell nekem ehhez valami segítség. Hiába van bennem ez az erő, valahogy minden felfordul körülöttem. Nem tudok rendet tenni. És millió kérdésem volt. És nem értettem, hogy az emberek az Isten nevében miért gyűlölködnek, miért indítanak szent háborúkat. Én csak az Istenhez imádkozom, emberekhez nem. De azon az estén, amikor elolvastam ezt a könyvet, becsuktam a szememet is, és azt mondom, taníts engem, kérlek, taníts engem. És érdekes volt, hogy kezdődött ez a tanulás. Amikor lekapcsoltam a villanyt, azt gondoltam, most megint jön egy éjszaka, amit nem fogok aludni. Sok-sok éjszaka után. Már hónapok óta nem volt egy békés éjszakám, és azt gondoltam, most se lesz. De akkor valami dallam, valami lágy hang felemelt. Olyan volt, mint a dúdolnának nekem. Tudom, egy kicsit gyerekesen hangzik, de mégis így volt. És aludtam. 3 napig aludtam. És a 3 nap után fölébredve elindult valami az életembe, valami új. Így kezdődött, pihenéssel. És aztán napról napra kezdett tisztulni itt és itt. Mert minden megvolt bennem, ami csak kell az élethez ahhoz, hogy boldog legyek. Nem tudom, te hogy vagy vele. Én minél tovább jártam iskolába, egyre több kérdésem lett. Lehet, hogy rossz iskolákba jártam, de nekem egyre több és több kérdésem lett. Lehet, hogy neked is vannak ma itt kérdéseid, de ismerek valakit, akinek nagyszerű válaszai vannak. És ő egy új professzor itt az élet tanszéken, és van mit tanulnunk tőle. Az elmúlt 7 hónapban nagyon sok minden változott az életemben. Elhinni még nem tudom, de köszönöm. Neki, Csinkhály mesternek és az Istennek, hogy megismerhettem őt. Köszönöm. Kedves vendégeink, nagyon nagy szeretettel köszöntjük körünkben Csinkhály mestert Magyarországon először. Kérem, szerető tapsukkal fogadják. Thank you. Jó estét! Jó estét! Good hungarian. Jó volt a magyarom? Magyarságom? Yeah. Igen. It's a beautiful place. Gyönyörű hely ez. Beautiful people. Gyönyörű emberek. I never thought I would come to your country. Sose gondoltam volna, hogy ide fogok jönni az önök országába, ti országotokba. So soon. Ilyen hamar. Yeah, and so easy. És ilyen könnyedén. I have been invited for many times by your people, very lovingly and. Nagyon sokszor, nagyon kedvesen meghívtatok már. At that time, the thought of going to Hungary was like a fairy tale. Akkoriban úgy tűnt nekem az a gondolat, hogy eljöjjek Magyarországra, mint tündérmese. But when God arranges, everything happens quickly and smoothly. De amikor Isten rendezi el a dolgokat, akkor minden könnyedén és gyorsan történik. So today I have the honor of sitting in front of the great people of Hungary. Tehát ma abban a megtiszteltetésben van részem, hogy itt ülök a magyarok előtt, Magyarország csodálatos emberei előtt. I'm very honored. Nagyon nagy megtiszteltetés ez a számomra.
And it's even a Christian holiday. S ráadásul ez még keresztény ünnepen is történik. I have been going around Budapest city just trying to learn the way of living in this country, and I feel that your country is doing great. Körbesétáltam Budapest városában, és próbáltam rájönni, hogy hogy is éltek, és úgy gondolom, hogy nagyon jól megy a sorotok. It's such a beautiful city, I keep telling the taxi driver. Olyan gyönyörű ez a város, a taxiból is láttam. I heard that it is very beautiful, but when I see it with my own eyes, it's so beautiful that I'm very, very surprised. Hallottam, hogy nagyon szép, de amikor saját szemeimmel láttam, pillantottam meg, mégis meglepődtem. I guess it is the same with many of us. We heard about heaven, but when we truly see heaven, we will also be surprised. Azt hiszem, sokan így vagyunk ezzel, amikor a mennyek országáról hallunk, halljuk, hogy ez milyen gyönyörű, de amikor megpillantjuk, akkor tényleg meglepődünk, hogy mennyire az. In the old time, suppose if I am born in Asia and want to go to see your country, it would have been very difficult. It would have been even more of an impossible fairy tale. Régebben, hogyha az az ötlet nem támadt volna, hogy meglátogatom az országotokat, és mondjuk történetesen Ázsiában születek, akkor ez nagyon-nagyon nehéz lett volna. Majdnem, hogy lehetetlen. Tündérmesék világába való dolog lett volna. But because of the advance of technology, we can see each other in a very easy manner. De a technológiai fejlődés eredményeképpen nagyon könnyedén láthatjuk egymást. Similarly, seeing God or seeing heaven or knowing God or contact directly to God in the old time, it would have been a very difficult task to find out. Ehhez hasonlóképpen a régi időkben Isten megismerése, megpillantása ugyanilyen nehéz lett volna. Because in the old time, the technology also was not so advanced. And in order to speak to a great audience, it would pose a big problem, and also the language problem. Mert hogy régen, amikor a technika még nem volt ilyen fejlett, mint manapság, ilyen nagy nézőközönséghez, hallgatósághoz bizony nehéz lett volna szólni, és a nyelv is akadály lett volna. In addition to that, there were very few knowledge accessible to the public. There were difficulty in printing material concerning the spiritual practice or the spiritual enlightenment. És ugyanilyen módon nagyon kevés tudás volt elérhető a közönségnek, tehát nem volt ilyen jó a nyomtatási módszer, mint amilyen ma spirituális gyakorlatok terén. So most of the knowledge concerning heaven or concerning our true self, concerning God, is very remote to most of the people on this planet. És pont ennek következményeképpen Istenről, a mennyről és igazi énünkről való tudás az távoli, majdhogy nem elérhetetlen a bolygónkon élő emberek többsége számára. On the contrary of the ancient time, we have access to all kind of spiritual knowledge through books, through seminars, through the modern technology of communication, such as telephone, television, and email, etc. Ma már a régi időkkel ellentétben nagyon könnyen elérhetőek a spirituális tudások könyveken, telefonon, e-mailen, a televízión keresztül. So we have more and more people who is familiar with this kind of science. Egyre több ember ismeri ezt a fajta tudományt. And to reach the mass about spiritual issue
is much more simple, much easier. Sokkal könnyebb ezért föllebenteni a fájtlat a spirituális mitoszról. Due to God's grace, the spiritual atmosphere, the spiritual blessing has been bestowed upon our planet, and we have become more and more advanced in all kind of aspects of life, and our life has become more and more comfortable, more and more elevated. Isten kegyelme folytán a bolygónkra a spirituális áldás, tudás áldása lett bízva, és ezért az életünk egyre könnyebb és egyre kényelmesebb lett. So we have the opportunity to come here and share with you what we know in our study. Ezért eljöttünk ide, hogy megosztjuk veletek azt, amire tanulmányaink során jutottunk, spirituális tanulmányaink során jutottunk. That according to spiritual experience, we are not only this physical being, but we are a multifold being. We are great, great, greater than we could imagine ourselves to be. De tudjuk, spirituális élményeink alapján tudjuk, hogy többek vagyunk, mint ez a fizikai test. Sok rétegű lények vagyunk, sokkal többek és nagyobbak annál, amit gondolunk magunkról. The deeper we go into the mysterious universal atmosphere, the more we can find out about ourselves. Minél mélyebb rássuk le magunkat a misztikus, univerzális légkörbe, annál jobban meg fogjuk ismerni magunkat. That we exist in many different levels of consciousness at the same time as we exist here now in this physical planet. Tudatosság sok szintjén létezünk ugyanakkor, amikor fizikai testünkben, fizikai létezésünkben is jelen vagyunk most, ezen a bolygón. So going to heaven doesn't mean we have to go anywhere or die first. Or we might call it dying, but we still can live, we still can function in this world while seeing heaven or contacting God at the same time. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy mennybe megyünk, ez nem jelenti feltétlenül azt, hogy meghalunk. Tehát még itteni életünk során pillanthatjuk, bepillantást nyerhetünk a mennybe, megismerhetjük az Istent. By going through our different levels of self, of consciousness, we can return or we can visit different mansions of God. Azáltal, hogy énünk különböző rétegein egyre fölfelé haladunk, Isten különböző dimenzióit ismerjük meg. Then we will find that it is true what the Bible say, that we are the temple of God and the Holy Spirit lives within us. És akkor rájövünk, hogy valóban igaz az, ami a Bibliában szerepel, hogy mi vagyunk Isten temploma, és itt lakozik a Szentlélek. It is wonderful to know that we are a manifold being and that we can see the highest of ourselves anytime we want to, with a little practice. Csodálatos dolog arra gondolni, hogy sokrétű lények vagyunk, és bármikor megpillanthatjuk legmagasabb énünket egy kis gyakorlattal, amikor csak akarjuk. And when we ascend into our highest level of self, then we can see God as well, because we are also part of the Most High, and when we go to the highest level, of course, we see the essence of our true self, which is God, because at that time, we do not have the human ego anymore. Amikor énünk legmagasabb részére hatolunk föl, jutunk el, ezen a ponton megpillantjuk Istent is, hiszen amikor önmagunk legmagasabb tudását tudjuk, akkor megpillantjuk Isten lényegét. Consequently, there are ways, in this same way, we can avoid many of the unpleasant happenings to our lives. We can avoid a lot of suffering to us
by ascending into a higher level of ourselves and find happiness there. Azáltal, hogy egy magasabb tudatossági szintre lépünk, jutunk el, ezáltal megszabadulhatunk életünk kényelmetlenségeitől, szenvedéseitől. And when we come back to this physical level, even if we still experience the mundane suffering, we became much stronger, much more spiritually awakened, and we can deal with our problems and our sorrow in a very, very easy manner. Ezután, amikor visszatérünk a fizikai szintre, akkor sokkal erősebbek leszünk, és sokkal jobban tudjuk kezelni mindezt a bánatot, szomorúságot, ami bennünket ér. That's why the Bible say that seek you first the kingdom of God, and everything else will be added unto you. És ezért mondja a Biblia, hogy először keressétek a mennyek országát, és aztán minden megadatik nektek. If suppose our house has many levels and we have never ascended the stairs to see the higher level in our houses, then of course we do not know how much we have and how many rooms we still have in our house. Képzeljük el, hogy van egy házunk, és még sosem jártunk a legfelső szintjén, akkor természetesen nem tudjuk, hogy mi is van a birtokunkban. Jesus said that in the house of my Father there are many mansions. Jézus mondta, hogy az atyám házában sok szoba van. This is a way of explaining the human's different level of existence. Így lehet elmagyarázni az emberi létezés különböző rétegeit, szintjeit. If we now and again going higher up into a higher level of intelligence, then when we come back to this physical world, we are more able, become wiser and become happier. Therefore, we become a different being. We can feel as if we are living in heaven while discharging our duty on this physical planet. Amikor a tudatosság magasabb szintjére jutunk el időnként, akkor visszatérve a fizikai szintre boldogabbak leszünk, és bölcsebbek, és könnyebben tudjuk kezelni a fizikai élet kihívásait. Most of the suffering, most of the burdens come from our lack of understanding about the higher part of ourselves, the parts that are in direct contact with God. A legtöbb szenvedés és a legtöbb teher, amit hordozunk, abból fakad, hogy nem ismerjük felsőbb önmagunkat. And if we know the way to contact these higher parts of ourselves, then we can contact God. Hogyha ismerjük azokat a módokat, utakat, ahogy a felsőbb énünkhöz eljuthatunk, akkor megismerhetjük Istent is. There are different departments in our absolute beings which houses so many wonders. Every levels are different from another, and every level consists of different things which we can make use even for this physical life. Abszolút lényünk különböző részekből áll, amely helyeken találhatók azok az ismeretek, tudások, amelyeket felhasználhatunk. All these levels of beings of ourselves exist at the same time. It's just that we do not have the connection with it. We have forgotten how to reconnect ourselves altogether. And that's why we only know the knowledge of the physical existence. Lényünknek ezek a részei egyszerre vannak jelen, egyszerre léteznek, csak nincs összeköttetésünk, nincs kapcsolatunk ezekkel, nem tudjuk összehozni, egyszerre működtetni az egészet. No wonder we have no knowledge of other planets. No wonder we have no knowledge about heaven. No wonder we do not find peace easily with each other. No wonder we have to resort to war sometimes. Nem csoda, hogy nincs tudásunk más bolygókról.
Nem csoda, hogy nincs tudásunk a mennyországról. És nem csoda, hogy a békétlenséghez folyamodunk, nem találunk békét egymással, és legutolsó forrásként a háborúhoz nyúlunk. Because we all know that the human capacity is only used about 5 or 10%. Mert tudjuk, hogy az emberi kapacitásunk, készségeink 5-10%-át használjuk mindössze. Where are the other 80% or 90%? És mi pedig van még 80-90% e fölött is. It's going to waste. És az bizony pocsékba megy. I'm here to show you to make use of your complete wisdom, the other 90 or 80% that is left dormant. Azért vagyok itt, hogy megmutassam nektek, hogy hogy lehet azt a 80-90%-ot használni, ami most pillanatnyilag használaton kívül szunnyad bennetek. And it's so easy that even children can do it. Olyan könnyű, hogy akár gyerekek is csinálhatják. And the more we have access to this greater part of our intelligence, the better a human being we become. És minél nagyobb részét tudjuk használni az értelmünknek, annál jobb emberek leszünk. And it will never cost us anything. És ez semmibe se kerül. Because these things are our own treasure. Mert hogy ezek a dolgok a saját kincseink. Just like you have money in the bank and you have forgotten where your checkbook is, I just will point it to you. Pontosan úgy, mint hogyha lenne pénzetek a bankban, csak elfelejtettétek volna, hogy hol is van a csekkönyvetek. Teljesen használhatatlan. And going through all this remain wisdom of our beings, we will be able to understand the universe. We will be able to understand God, to know God directly, to communicate with Him directly and daily. Hogyha a tudásunk, ismeretlen tudásunk, szunnyadó tudásunk birtokában leszünk, akkor megérthetjük az univerzumot, a világ mindenséget, és közvetlen kapcsolatba kerülünk Istennel. And the higher we go into the kingdom of God, the freer we will feel, and the gross, the burden of this material world will have very less and less effect upon us. Minél följebb jutunk Isten országába, annál szabadabbak leszünk, és annál kevésbé fogjuk érezni az anyagi világ terheit. And even our physical well-being will become better and better. És még fizikai testünk és lényünk is egyre jobb állapotban lesz. Of course we do not want to find God because we want to cure our physical sickness, but the bonus are also there in abundance. Persze nem azért akarjuk megtalálni Istent, hogy meggyógyítsa a fizikai testünket, de természetesen bónuszként azért ez is bejöhet. And the happiness we feel inside after we have found God, we will not want to trade with the whole world. És azt a boldogságot, amit megismerése után érzünk, ezt a világ minden kincsért nem adnánk el. That's why the Bible would dare us that what is the good of a man who gained the whole world and lose his own soul. Ezért mondja a Biblia nekünk azt, hogy mit is nyer az az ember, aki ugyan az egész világot megnyerte, elveszítette a lelkét. To lose our soul means that we do not recognize our greatness. We do not know what else we are except this physical body and this physical way of life. A lélek elvesztése azt jelenti, hogy nem tudjuk, hogy milyen csodálatosak vagyunk. Csak azt hisszük, hogy azok vagyunk, ami ez a fizikai test. The Bible also mentioned that whoever forsake the world will gain it, and whoever run after the world will lose it also. Biblia azt is mondja, hogy mindenki, aki megtagadja a világot, az nyerni fog,
és aki a világ után szalad, világhívságai után szalad, az bizony veszít. The purpose of the soul coming into this world is to find God. A lélek ereje, amely most behatol a világba, annak az a célja, hogy megtaláljuk Istent. And nothing else will make it happy until it find God again. És semmi sem teheti boldoggá mindaddig, amíg újra meg nem találja Istent. But when we are in this physical world, this physical prison of the flesh, we will forget our purpose of life. Amikor bekerülünk ebbe a fizikai börtönbe, a húsvér világba, elfelejtjük a célunkat. Because it is such an arrangement of the negative power that will entrap us here with all kind of pleasure, all kind of illusion, and make us busy, make us suffer, make us also cling to those ephemeral, temporal pleasure of the flesh and forgot heaven. Mert mi helyben jutunk az a testbe, testvilágába, akkor a negatív erők csapdába ejtenek bennünket, és pillanatnyi átmeneti örömökkel etetnek bennünket. And that's why no matter how much possession we have, no matter how high our position in the society, we are never truly happy here if we do not have at the same time spiritual nourishment. Ezért van az, hogy bármennyi tulajdonunk is van, bármilyen magasra is hágunk a szamárlétrán, igazi boldogságot nem nyerünk el, hogyha nincsen spirituális tudás a birtokunkban. Just like a rich man who has a very great house with many rooms and many levels, but he always stay in the darkness of the basement. Pontosan úgy, mintha képzeljük el, hogy egy gazdag embernek van egy hatalmas nagy háza, sok szinttel, de csak az alaksort ismeri, annak sötétségét. And he will never see the sun. Sohasem látja a napot. And he will never have a chance to see all the treasures that lay in awaiting him in other higher levels of the house. Sosem pillantja meg mindazt a kincset, ami a háza különböző felső szintjein vár rá. We are a manifold beings. We are physical, emotional, intellectual, and spiritual being. Sok rétegű lények vagyunk, fizikai, érzelmi, mentális és spirituális lények. In order to be a complete human being, in order to be a godlike being, as God has made us in His own image, we have to know our real self, our complete self. Ahhoz, hogy igazán isteni részünket megismerhessük, ahhoz igazán tudnunk kell, hogy kik is vagyunk. Because lacking any part of ourselves will never make us happy. We will always feel that there is something missing, and we do not know what. Hiszen egyik részünk sem tehet boldoggá önmagában. Mindig azt fogjuk érezni, hogy valami hiányzik, és nem fogjuk tudni, hogy mi is az. In order to go straight to the highest heaven, after we leave this physical body, we should know the heaven now while living. Ahhoz, hogy amikor kilépünk ebből a testből, egyenesen a legmagasabb mennybe léphessünk be, ahhoz bizony most itt ismernünk kell a mennyet. We can visit heaven during our free time and then return to this physical body to fulfill our existence. Meglátogathatjuk a mennyek országát szabadidőnkben, majd visszatérhetünk a fizikai testünkbe, és végezhetjük mindennapi dolgainkat. Then we will know that we are not the physical body, we are truly God's children. És akkor tudni fogjuk, hogy nem csak a fizikai testünk vagyunk, hanem valóban Isten gyermekei vagyunk. It's not because we know that. It's just the feeling inside, it's the merging together with the universal power, with the universal oneness, that we will become
a different being, a true being, a heavenly being on this planet. Akkor leszünk valóban igazi mennyeid ezen a bolygón, hogyha nem csak tudásunk van erről, hanem érezzük a saját belsőnkben, érezzük az egyéválást a mindennel. And then we have nothing else but joy and happiness, even while living in this world. Akkor pedig semmi másban nem lesz részünk, mint örömben és boldogságban, még akkor is, amikor ezen a földön élünk. With such bliss, such ecstasy, such security and sureness, Jesus has walked this planet and had declared that I and my Father are one. Olyan nagy biztonsággal és örömmel tölt el annak a tudása, hogy Jézus ezen a bolygón járt, és kijelentette, én és Atyám egyek vagyunk. We can declare like that too, when we reach his level of understanding. Mi is kijelenthetjük ezt, amikor elértük megértése szintjét. But we will declare it probably quietly to ourselves. Valószínűleg csak magunknak csendben fogjuk ezt kijelenteni. Only to our brothers and sisters. Csak a testvéreinknek. A spiritual awakened person have not always the enthusiasm to share his heavenly experiences with the world at large. A spirituálisan ébredt lény nem mindig érzi szükségét annak, hogy megossza a világgal spirituális élményeit a mennyek országáról. Therefore, we have many quiet saints living among us in the modern time, and we do not know. Ezért van az, hogy a modern korban sok csendben élő szent él közöttünk, és nem is tudunk róluk. Jesus also was not eager to share his experience with other people, but he was appointed. He has to obey the will of the Father. Jézus sem igazán akarta megosztani élményeit az emberekkel, mindaddig, amíg erre nem lett kijelölve, amíg Atya, az Isten ki nem jelölte erre. Otherwise, it is better for most of the spiritual practitioners to keep quiet about their affair with God. Mindaddig azonban a legtöbb spirituális gyakorlattal élő ember számára az a jobb, hogyha csendben van, megőrzi magában spirituális élményeit, Istennel való kapcsolatát. For many of our brothers and sisters in this planet will not understand fully what the Lord want to teach them. Nagyon sok testvérünk nem érti pontosan, hogy Isten mit is, az Úr mit is akar tanítani nekünk. In our group we also advise our brothers and sisters to keep quiet about their sainthood. Csoportunkban azt tanácsoljuk a testvéreinknek, hogy ők is őrizzék meg maguknak. Maradjanak csendben, ne beszéljenek a szentségükről másoknak. Thus, there are many who sit among you right now who have seen the light, who have heard the teaching of God directly, but when you look at them, you do not know the difference. Sokan ülnek közületek olyanok, akik közvetlenül látták Isten fényét, és kaptak tőlük közvetlen tanítást. De ha rájuk pillantatok, semmit nem láttok ebből. But we can measure somehow a little bit their level of closeness to God by their outer happiness, by their outward dedication to the great cause of happiness of mankind. De valamennyire következtethettek abból, hogyha rájuk pillantotok, és látjátok, hogy mennyi, milyen boldogságban élnek, milyen közvetlen kapcsolatuk van a boldogsággal. Every one of us can be a saint, and every one of us can also refuse to be a saint. Mindannyian lehetünk szentek, és mindannyian visszautasíthatjuk azt, hogy szentek legyünk. The reason why we refuse to be a saint, we refuse to know God directly, because we are playing different role and we have not finished with our role yet. Azért az oka annak, hogy esetleg visszautasítjuk azt, hogy szentek legyünk, az az,
hogy különböző szerepeket játszunk, és még ezekkel nem végeztünk. Therefore, to us, the spiritual blessed soul, we have no discrimination because we know they are all God's children. We are all same level. We are same children of God. Ezért van az, hogy nem teszünk meg különböztetést azok között, akik elfogadják a hívást, és azok között, akik visszautasítják, mert tudjuk, hogy mindenki egyaránt Isten gyermeke. Mi mindannyian egy szinten vagyunk. It is not that you don't know God. You do know. It's just that you forgot how to look for him. You forgot where to look. Nem arról van szó, hogy nem ismeritek Istent. Istenit ismeritek. Csak elfelejtettétek, nem tudjátok, hogy hova nézzetek, merre figyeljetek, és mi utat mutatunk nektek. To know God is easy. To keep in touch with God is a little bit less easy. Ismerni Isten könnyű, de megtartani, megőrizni a kapcsolatot vele, az egy kicsit kevésbé könnyű. Because we must do it every day. Mert ezt minden nap meg kell csinálnunk. Because there are so many mansions in the house of the Lord that we have to keep going up in order to know them all. Isten házában annyi szoba van, hogy folyamatosan fölfelé kell haladnunk, hogy mindet megismerjük. Also, in order to represent God, we should be God-like, like a walking God on this planet. On that part, maybe a little less easy. És ahhoz, hogy Istent valóban képviselhessük itt a Földön, sétáló Istenek legyünk, az bizony egy kicsit kevésbé könnyű. The Ten Commandments in the Bible are not a forbidden kind of rules. They are the measurement of our standard of consciousness. A bibliai 10 parancsolat valamiféle tiltások halmaza, hanem mértéket ad arra, hogy milyen szinten is vagyunk, tudatosság milyen szintjére jutottunk el. If we can keep these commandments completely, it means if these commandments seems natural to us, we can uphold it without any effort, then we can understand that we are very close to God-like quality. Hogyha mindezt a 10 parancsolatot könnyedén, megerőltetés nélkül meg tudjuk tartani, akkor tudjuk, hogy közel vagyunk Istenhez. For a godlike being will not like to terminate the life of another god on this planet before his time has come. Akkor, hogyha Istenhez hasonlatos lények vagyunk, akkor nem akarjuk befejezni, bevégezni egy másik Istenhez hasonlatos lény életét ezen a földön. A godlike being would always tell the truth, would always keep his faith in God, would always love the neighbor as himself, etc., etc. Egy Istenhez hasonlatos lény mindig igazat mond, és mindig úgy szereti a fele barátját, mint önmagát, és így tovább. So if we are already up to this standard, then we can be ready to know God. Ha már ezen a szinten vagyunk, akkor tényleg készen állunk arra, hogy megismerjük Isten. So I'm not here to teach you anything new. I'm here just to bring you the key to the kingdom. Tehát nem azért vagyok itt, hogy bármi újat is tanítsak nektek, hanem azért, hogy kulcsot adjak nektek a mennyek országához. The key is yours. I will just hand it over because you have forgotten. A kulcs a tietek, csak éppen elfelejtettétek, hogy hol is lóg. I'm sure many of us have great faith in God, but we still want to know truly if God exists and can we ever communicate with him. Tudom, hogy ti mindannyian hisztek Istenben, de biztos akarjátok tudni, biztosan, hogy létezik, és hogy hogyan tudjátok megőrizni a kapcsolatot vele. The answer is, yes, we can. Igen, az a válasz, hogy meg tudjuk tartani a kapcsolatot. And on a daily basis. Minden napokban, minden egyes napon. God will walk with us, guard us, protect us, love us. Isten velünk együtt sétál, megvéd, szeret bennünket.
God does that every time already. It's just that we do not know. Now it is our part, our turn to know that God really is doing it. Isten már is ezt teszi, csak mi még nem tudunk róla. Most jött el annak az ideje, hogy igazán megértsük, hogy ez történik, ezt csinálja. In order to know this, to see this, we must open our spiritual eye. Ahhoz, hogy ezt megértsük, meg tudjuk, ezt ki kell nyitni a spirituális szemünket. The physical eyes are open so that we can see this physical surrounding and this physical existence. The heavenly eyes must be open in order so that we see heaven. Fizikai szemünk nyitva van ahhoz, hogy lássuk a fizikai dolgokat. Mennyei dolgok látásához ki kell nyitnunk a spirituális szemünket. When Jesus left this planet, he entrusted the key with Saint Peter. Amikor Jézus elhagyta ezt a földet, akkor a kulcsot rábízta Szent Péterre. And that key has been handed over and over from one generation to the next, and it might appear in some very unexpected area and with some very unexpected person. És azóta a generációkon át egymásnak adják generációk ezt a kulcsot, és a lehető legváratlanabb helyen is időben bukkan elő. So whatever you have within your beings will be revealed to you after the key is been used to open the treasure within yourself. Miután a kulcsot arra használjuk, hogy kinyissuk a bennetek levő kincsestárat, rájöttök, hogy mi is rejlik bennetek. Of course, it is not a physical key. Persze nem fizikai kulcsról van szó. Physical key can only open physical objects such as concrete houses, bathroom, or trunks of jewelry, but cannot open the gate to the kingdom of God. Fizikai kulcs, fizikai konkrét tárgyakat nyithat ki, mint amilyen egy fürdőszoba, vagy egy ékszeres ládika. A mennyek országának kulcsa természetesen nem ilyen. The key to the house of our Father is not physical, and yet we can use it to open the house and to see him face to face. Mennyei atyánk házának ajtajának kulcs az természetesen nem fizikai, és mégis használhatjuk arra, hogy kinyissuk az ajtót, és megismerjük atyánkat. After opening our own wisdom, we can use it to serve God, to serve mankind as a whole, or we can use it just for private reason, to serve our life, our loved ones, our families, to make this existence become more comfortable. Bölcsesség megszerzése után ezt a bölcsességet használhatjuk arra, hogy Istent szolgáljuk vele, vagy az emberiséget. De használhatjuk arra is, hogy egyéni életünket tegyük kényelmesebbé, családunknak, barátainknak legyünk szolgálatára. God will never force us to do anything, even for him or for his children. Isten sosem kényszerítene bennünket arra, hogy bármit is tegyünk, még a gyermekeit sem kényszeríteni semmire. He can appoint us, and we can say yes, we can say no. Ránk mutat, és mondhatunk igent, és mondhatunk nemet is. It's just that after the wisdom has been reclaimed, we become wiser each day, we become more loving each day, and we might automatically want to help whoever comes to us. Csak egyszerűen arról van szó, hogy amikor megkapjuk a bölcsességet, napról napra szeretettelibbek leszünk, és egész egyszerűen, természetszerűleg akarunk segíteni másoknak, akik hozzánk fordulnak. We will feel the pain of others as our own, and we will want to bring happiness to everyone that we are in contact with. Egész egyszerűen mások fájdalmát sajátunként fogjuk megélni, és boldogságot akarunk hozni másoknak is. And in the same spirit, we have come here to serve you and to share with you the good news.
ebben a szellemben eljöttünk hozzátok, hogy megosszuk veletek a jó hírt. And this is all unconditional. We do not expect or ask or ever think of anything in return. És mindez feltétel nélküli. Semmit nem várunk el, hogy bármit is tegyetek, adjatok ezután. Ezért. All you will do is just knowing yourself in your quiet spare time every day, meaning knowing God all by yourself and enjoy yourself with God all alone in your privacy. Csak az van, hogy ezután önmagatokban, saját privát területeken, magánéletetekben ismerjétek, tudjátok Istent nap után. Because the more people know this, the more people know God, the more people can contact directly with God and become happier, then the more peaceful the world will be, the less war, and the more we can bring heaven onto earth. Mert minél több ember tud erről, minél több emberben van meg ez a tudás, és lesz közvetlen kapcsolata Istenhez, annál inkább megszületik a béke ezen a bolygón, annál kevesebb háború lesz. There is no reason to do this, except that I have the knowledge that you are myself, you are the part of me, I am the part of the whole mankind, and if the whole part is happy, then of course I am happy too. And if every part, any part at all of this whole is sick, is unhappy, then it will affect any of us, including myself also. Mindennek akkor van értelme, hogyha birtokomban van az a tudás, hogy én a részed vagyok, és te is részem vagy. Tehát, hogyha a világ egy része boldog, akkor én is boldog vagyok. Ha a világ egy része beteg, akkor az engem is érint. We see the interdependence between all beings, including animals and plants, after we become enlightened, after we know God intimately. Miután megvilágosodunk és Istent bizalmas módon megismerjük, azután meglátjuk, hogy a dolgok hogy függnek össze a nagyvilág mindenségben, az állatok, bolygók és minden. In the end, we will see nothing but ourselves existing everywhere in each and every being, in each and every particle of the universe. Végül is semmi más nem látunk a világ mindenségben, mint önmagunkat, amint különböző formában, különböző részecskékben létezünk. And that's how we can come to love our neighbors as ourselves, because we know this is us. És pontosan ezért van, hogy úgy szeretjük fele barátainkat, mint ahogy szeretjük önmagunkat, hiszen tudjuk, hogy ők és mi egyek vagyunk. Otherwise, no amount of talk and persuasion can bring us into this kind of volunteer state of love, in this automatic way of kindness. Mert enélkül semmi sem hozhat bennünket ebbe a automatikus, önmagunktól való és önmagunk miatt tevő szeretetbe. It's just like someone who has lacked the sight, cannot see his feet or other part of the body because he cannot see clearly, but he can feel it only. Olyan ez, mint hogyha valaki nem látja a többi testrészét, mondjuk a lábfejét, csak érzi. And because of the lack of seeing the parts of himself, he might sometime hurt himself without knowing, without intention. És mivel nem látja a többi részét, ezért néha szándékolás nélkül, nem önszántából, de mégis véletlenül megsebezheti magát. He might bump to the wall, he might bump his legs, his feet into some hard object, and hurt some part of his body. Neki mehet a falnak, neki bukhat valaminek, megsértheti magát, megsebezheti magát. But if his sight is restored, then he will know where to walk correctly, he will know how to protect his body, every part of his body. De mihelyt a látását visszanyeri, akkor már tudni fogja, hogy hogyan tudja megvédeni a teste minden részét.
After being enlightened, we know that every being in this planet, including the younger brothers and sisters, animals or plants, so it is impossible for us to hurt any of the part of ourselves. Miután megvilágosodunk, lehetetlen lesz a számunkra, hogy bárkit is megsebezzünk, megbántsunk, állatot, növényt, vagy akár a fiatalabb testvéreinket. And we will not have to talk about peace. Peace will be automatically restored. We do not have to say we must love our brothers, our neighbors. We will automatically love our neighbors. És ilyenkor automatikusan szeretni fogjuk a fele barátainkat. Nem kell nekünk azt mondani, hogy szeressük őket, hiszen ez az érzés már bennünk lesz. Only when we know completely how great we are ourselves can we recognize the greatness in other beings. Csak akkor tudjuk másokban felfedezni a nagyságot, hogyha pontosan tudjuk, felismerjük saját önnön nagyságunkat. Talking about God alone doesn't make us see God. Mert hogyha csak Istenről beszélünk, attól még nem fogjuk látni. To know something, we have to taste it ourselves. Hogy ismerjünk valamit, ahhoz meg kell ízlelnünk. The advertisement are just introduction of the real thing. A reklám az csak bemutat, bevezetés az igazi dologhoz. So my talk also will not make you see God unless you have connected inside. Az előadásom sem teszi azt, hogy lássátok Istent, hogyha önmagatokban nem hozzátok létre ezt a kapcsolatot. Everything is free of charge, now, future and forever. Minden ingyenes, most is és később is, és egyáltalán örökkön örökké. In case you have any other questions, please let me know. Hogyha van kérdésetek, akkor kérem tudassátok. Thank you very much for your loving attention. Nagyon köszönöm a figyelmeteket. Megvilágosodás, megértés, megvilágosodás, áldás, kegyelem. Mennyiben különbözőek és mennyiben egyezőek-e fogalmak, jelentései és jelenségei? So, enlightenment and understanding and blessing and how different and how similar are these terms? Oh. And what are the meanings of these? Enlightenment will bring understanding and blessing. A megvilágosodás áldást hoz és megértést. They are not truly different, they are interdependent. Nem igazán különbözőek, hanem egymástól függnek, összefüggnek. A magyar kérdés második része. Megvilágosodhat-e itt és most egy ilyen hétköznapi tévejgő, mint én? Can some ordinary person like me, can someone get enlightenment here and now? Of course, of course. Persze, persze. Nobody is ordinary. Senki sem közön mindennapi. You are all gods, a part of God. Ti mindannyian Isten vagytok, Isten részei. You are the beloved children of the universe. Ti vagytok a világ mindenség önszeretett gyermekei. You have just forgotten. I'm here to remind you. Csak éppen elfeledkeztetek erről, és azért vagyunk itt, hogy emlékeztessünk benneteket. A vegetáriánussá válás azért fontos, hogy erősítse az érzést, hogy valami megváltozott? Ez a kérdés. Why is vegetarianism important? Do we feel that something changed? Is it important to develop our love, our God-like love? Fontos kifejleszteni Istenszerű szeretetünket. Szeretném tudni, hogy ez a módszer mennyiben fog segíteni ebben a nehéz helyzetben, hogy átalakítsuk életünket, és ne legyen háború. I'd like to know how much this method will help me in this help us in this difficult situation to stop the war and make peace.
The positive energy will overcome the negative energy. A pozitív energia legyőzi a negatív energiát. And the result will be known to you inside. És az eredményt önmagatokban fogjátok megismerni. And thank you for asking such a compassionate question. Köszönöm, hogy ilyen együttérző kérdést tettél föl. You know that the positive thoughts always have a positive influence, even invisibly. Tudjátok, hogy a pozitív gondolatnak mindig pozitív hatása van a láthatatlan területen is. Just like when we love somebody, that person feel very happy, even though love is not something we can touch or we can prove. Hogyha valakit szeretünk, akkor az illető nagyon jól érzi magát, még akkor is, hogyha szeretet nem olyasmi, amit meg lehet érinteni. Következő. Igen, tisztelt Csinghaj mester. Már régen érdeklődéssel fordulok a keleti bölcsességek iránt. Sajnos eddig nem találkoztam olyan magyarázattal, amiket összetudtam volna egyeztetni eredendőm racionális európai gondolkodásával. Dear Master Csinghaj, I'm looking for various forms of oriental wisdom for a very long time, but so far I haven't found any which fits to my rational mind. Például nem világos számomra, hogy a megvilágosultság, ha egyszer eléri az ember, örökre megmaradó állapot-e, vagy mindent élethelyzetében újra és újra el kell érni. For example, I don't know if once I reach enlightenment, whether I would have it forever, or I would need to reach it again and again. We should do it every day until we completely know God. Igen, minden nap újra és újra el kell érnünk ahhoz, hogy aztán egyszer majd teljesen megismerjük Istent. And it's up to you to continue to know it further, or you stop. It's up to you. The more you know, the better, of course. Mai nap csak ízelítőt kaptok, csak egy pici bepillantást nyertek a mennyek országába, és természetesen rajtatok áll, hogy akartok-e tovább menni, vagy megálltok. Yes. Magyarul, te hogyan vélekedsz a reinkarnációra? Van yes, vagy nincs? It's clearer. What is your opinion about reincarnation? Does it exist or not? It's not an opinion, it's a knowledge that you gain through deeper meditation in the secret law of the universe. Tehát ez nem az én véleményem, ez egyszerűen tudás, amit a meditáció árán szereztem, amellyel a világ mindenség rejtett törvényeibe nyertem bepillantást. Yes, reincarnation does exist, but not always on this planet. Igen, a reinkarnáció létezik, de nem mindig ezen a bolygón. For example, if the soul dies, the soul leaves this planet and he wants to have more physical experience, then he can be reborn again in another physical body, but in another physical planet. Tehát, hogyha egy lélek eltávozik erről a földről, és fizikaibb dolgot akar megtapasztalni, akkor legközelebb még fizikai formában fog újjászületni egy fizikai bolygón, egy másik bolygón. If he wants the physical experience, if he wants intellectual or a little bit higher spiritual experience, then he has to be born in a higher level of spiritual planet. Hogyha a mentálisabb vagy spirituálisabb tapasztalásra vágyik, akkor egy felsőbb spirituális szintű bolygón kell újra születnie. Yes. Azt mondják, a mestereknek nincs szükségük beavatásra és mesterre. Ha mester akarsz lenni, csak a saját utadat jár, te magad légy a saját mestered. Mit mond erről a legfőbb mester? People say that masters don't need initiation and another master. If you want to be a master, just walk your own way. Be your own master yourself. What is your opinion about this? Of course, you are all masters. De mindannyian mesterek vagytok természetesen. And we are here to remind you that. És azért vagyunk itt, hogy erre emlékeztessünk benneteket. We are all the same essence. We are equally born in the eyes of the Lord. Mi mindannyian ugyanabból a lényegből valók vagyunk, és ugyanúgy Isten hasonlatosságára születtünk.
just some of us have chosen to forget in order to do some experience in this planet or elsewhere. Csak néhányan ezt erről elfeledkeztünk azért, hogy olyan tapasztalásban legyen részünk, amilyet választottunk ezen a bolygón vagy más bolygón. But when the time comes, somebody will come and remind us to go home. De amikor eljön az ideje, akkor valaki eljön hozzánk, és emlékeztetni fog arra bennünket, hogy térjünk haza. And the reminder is no better, no higher, and no master of anybody. It's just because of the human language. They call somebody who teach you something, teacher or master. But these are just empty names. És aki emlékeztet benneteket, vagy téged, az semmivel sem különb, mint te magad vagy. A mester, ezt csak mi így nevezzük, de ez egy üres forma. Ha rögtön a tizedik emelet fényességét tapasztalhatjuk meg, akkor mi szükség az alatta lévő kilenc szintre? Biztos, hogy mindenki érett a megtapasztalásra? If we can experience directly the brightness of the 10th level, then what's the need for the 9 levels below? Because we are already at the lower level. So in order to go to the high, we have to go through. Mert hogy az alsóbb szinten vagyunk, és ahhoz, hogy elérkezzünk a legmagasabbhoz, ahhoz végig kell mennünk minden szinten. The lower levels are there for us to experience different corner of the universe. Az alsóbb szintek azért vannak ott, hogy a világ mindenség különböző szegleteit is megtapasztalhassuk. It's just like even though the dark basement is not as beautiful as the penthouse in our house, it is nevertheless necessary. Csak arról van szó, hogy az alaksor nem olyan szép és nem olyan fényes, mint a tizedik emeleti luxus lakás, de ugyanúgy szükségünk van rá. It's just the structure of the universe. Egyszerűen csak a világmindenség ilyen struktúrájú, így épül föl. But if we remain always in a lower level of the structures, then we will not know the complete house and we will feel depressed most of the time. De hogyha nem ismerjük az egész struktúrát, és csak alul maradunk az alaksorban, akkor egész egyszerűen állandóan depresszióval leszünk. Lehangoltak leszünk. Jesus said that I am the light and the way as long as I am in the world. Jézus azt mondta, hogy én vagyok a fény és én vagyok az út mindaddig, amíg a világban élek, földön élek. That's why he said he will send more comforters to us later. Ezért küldött másokat, akik vigaszt hoztak nekünk. And the comforters must be as good as Jesus, of course, in order to comfort us. És persze azoknak, akiket vigaszul küldött hozzánk, azoknak is olyan jóknak kell lenniük, mint amilyen Jézus volt. Every generation, God sent a comforter to us in order to lead his children back home. Minden generációban, minden nemzedékben elküldött valakit Isten hozzánk, hogy vigaszt hozzon nekünk, és hogy visszakísérjen bennünket ő hozzá. If it's our destiny, we will recognize that person right away. If it is not, then we do not recognize. Hogyha az a sorsunk, akkor azonnal ráismerünk arra, aki ilyen megváltóként érkezett. Ha nem az a sorsunk, akkor pedig nem fogjuk felismerni. The same, thank you. The same when Jesus was born as a savior, at that time people crucified him because many did not recognize him and still waiting for the Messiah. Pont ezért volt az, hogy amikor Jézus megszületett, megváltóként, akkor egyesek keresztre feszítették, mert nem ismerték föl, hogy ki is ő. Anything in human language is not good enough for you. Mert minden, ami emberi nyelven szól, az nem elég jó. Including my speech. És ide beletartozik az én előadásom is. Just an introduction. Csak bevezető. Kedves Csinkhájmester, kérlek beszélj néhány mondatot az egóról, természetesen a sajátodról elsősorban. Mennyire van jelen, ha nem meditálsz, akár éppen most? Mennyire szoros a kötél az egó és az isteni rész közt? Dear Master Csinkháj,
Please talk about the ego. Yours as well, of course. Yes. How much it is present when you meditate, right now, for example. How strong is the connection between the ego and the godly part? What is the connection between ego and the godly part? The ego and God doesn't connect. Az egónak és Istennek nincs kapcsolata. Ego is the habit of this physical body or the physical brain that we have collected during this existence. Az ego semmi más, mint fizikai szokások halmaza, vagy elménk szokásainak halmaza, amit összegyűjtöttünk életünk során. Ego is the opposite of God. Az ego Isten ellentéte. Ego is what separates us and God. Az ego az, ami elválaszt bennünket Istentől. Ego is the one that makes us feel competitive with our brothers and sisters. Ego is the one that could even cause war and kill brothers and sisters. Az ego az, ami miatt versenyre kelünk testvéreinkkel. Az ego az, ami miatt akár háborúba is szállunk testvéreinkkel, akár meg is öljük őket. In the event that we know God completely, the ego will die. Abban a pillanatban, amikor megismerjük Isten teljesen, akkor az énünk, egónk elpusztul. The initiation is the beginning of the death of the ego. A beavatás az ego halálának kezdőpontja. Létezik a világban olyan hely, ahol a negatív energia gerjed, vagy az is bennünk születik, és mint ilyent magunkban kell megállítani. Is there a place where negative energy is created, generated, or that is also created within ourselves, and as such, we have to stop it ourselves. Yes, we have to stop it ourselves. Igen, önmagunkban kell ezt megállítanunk. We have two sides within us. One is the negative, and one is the positive. Két oldalunk van, az egyik a negatív, a másik a pozitív. The positive comes from God. The negative comes from the experience we have in this physical existence. Pozitív rész Istentől származik, a negatív az pedig ebből a fizikai tapasztalásból, amiben itt részünk van. And whenever we generate a bad thought, a negative ideas or hatred, then we create a kind of negative atmosphere which will affect us as well as the whole planet. It depends on how grave it is. Mindannyiszor, amikor rossz gondolatunk támad, valami rossz negatív érzésünk támad, olyankor hatással vagyunk a világra. So of course we can train ourselves to have to think loving, kindness and positive as much as possible. Gyakorolni tudjuk azt a tudásunkat, hogy minél szeretettelibb gondolataink, érzéseink legyenek. Think of Jesus, for example. What would Jesus do in that, in this, and those situations? And then try to do the same in such a loving way. Gondoljatok Jézusra. Vajon ő mit tenne, mit érezne ilyen vagy olyan, vagy amolyan helyzetben? És aztán próbáljátok meg ti is ugyanolyan szeretettel ilyen. Ti nők Isten legcsodálatosabb teremtményei vagytok. Én 50 éves vagyok, és még mindig nagyon érdeklődök utánatok. Mi módon tudnám sokoldalú érdeklődésemet kordában tartani, hogy az 5 szabálynak megfeleljek? Ez az egy, amit eddig nem sikerült rendet. Women are the most beautiful creatures. I am 50 years old, and I am still very interested in you. How can I control my interest and keep the 5 precepts? This is the only thing I can. In woman? Yeah. Oh. Woman affects all kind of ages. A nők hatása vannak minden életkorú emberre. Love has no limit to a younger one or elder one. A szeretet, szerelem nem korlátozódik fiatalokra vagy öregekre. So why don't you get yourself a beautiful woman instead of trying to waste your energy controlling it? Miért nem szerzel magadnak egy szép nőt, és akkor csak élvezd, ahelyett, hogy megpróbálnád a ellenőrzésed alatt tartani, kontrollálni ezt az energiát, és ezáltal elvesztegeted. Az 5 szabályt betartom, nem ölök, nem hazudok, nem lopok, nem paráználkodok, nem fogyasztok már magánkószereket. Ezek után mi a teendőm, hogy Istenhez közel kerüljek, és érezzem mindig a jelenlétét. I keep the 5 commandments, or precepts. I don't kill, I am a vegetarian myself. I don't lie, don't steal, don't commit adultery,
and I don't consume drugs. Yeah. What should I do to be close to God and to feel His presence all the time? Get initiation. Avatasd be magad. Get your wisdom eye open. Szeresd meg a bölcsesség szemed nyíljon ki. Everything else come naturally. És aztán majd minden természetesen bekövetkezik. To keep the precepts alone doesn't make you see God. A szabályok egyszerű betartásától még nem fogod látni Istent. To see God, we must open the gate of heaven within us. Ahhoz, hogy meglásd Istent, ahhoz a mennyek országájának kapuját önmagadban kell kinyitnod. And if we could not open it ourselves because we have forgotten the key, ask somebody who has the key. És hogyha mi magunk nem tudjuk kinyitni, mert elfelejtettük, hogy hova is tettük a kulcsot, akkor kérjetek meg valakit, akinek van kulcsa ehhez. Mit szól ahhoz, hogy a betegségek mind figyelmeztetések, hogy lelkileg rossz úton járunk? A betegségeknek csak lelki okai vannak? What is your opinion whether sicknesses are warnings that our soul is on a wrong path? Are all sicknesses have spiritual basis? It has in a way, yes. Egyféleképpen igen. It's a reminding that we should return to God. Emlékeztetőek a betegségek arra, hogy vissza kell térnünk Istenhez. Because He is the source of our healing. Mert minden gyógyulásnak ő a forrása. A hagyományok szerint a mester személyesen ismeri a tanítványait, és csak akkor ad beavatást, ha a tanítvány érett. Ön ad beavatást olyan személyeknek is, akiket nem ismer. Milyen módon állapítja meg, hogy ki érett meg a beavatásra? By tradition, a master gives initiation only if he or she knows the disciple personally. But you give initiation without knowing the person. Because I look at everyone as a child of God, I have no right to refuse someone who wants to know God the Father. Mivel mindenkire úgy tekintek, mint Isten gyermekére, ezért nincs jogom valakit visszautasítani, aki meg akarja ismerni az Istent. God knows everybody. Isten mindenkit ismer. I'm only an instrument. Én csak eszköz vagyok. I'm not a master of anybody. Én nem vagyok senkinek sem a mester. Whatever you call me, sister, brother, a younger sister, master, teacher, friend, guys, is equal to me because God alone bestows glory upon me, not human language. Teljesen mindegy, hogy minek hívtok, testvérnek, nagymesternek, bárkinek is, mivel csak igazán a kegyet csak Isten tudja nekem adni. And God alone will select whom come back to Him. És Isten az, aki kiválasztja, hogy ki jöjjön vissza hozzá. Egyes keleti tanítások szerint a szexen keresztül is Istenhez vezet az út. Más tanítások elutasítóak a szexel szemben. Önnek mi a véleménye? Some teachings say that God can be reached through sex. Other teachings are against sex. What is your opinion? Okay. To go without sex, you cannot reach God. To go through sex, you cannot reach God. Hogyha megtartóztatod magadtól a szexet, akkor nem érheted el Istent. Hogyha a szexen keresztül törekszel hozzá, akkor sem éred el. God doesn't reside in that little local place that for sexual pleasure. Mert Isten nem azon a kis helyen lakozik, ami a szexuális öröm számára van fönntartva. So my opinion is, you find God where He truly is. Az a véleményem, hogy Isten valóban ott találod, ahol igazán lakozik. And then, if you still want to make children, it's okay with Him. És hogyha még akarsz gyerekeket csinálni, hát ez teljesen rendben van a számára. And if you don't want to make any more children or celebrate your love with your wife or husband in the sexual way, is also okay with Him. És ha már nem akarsz több gyereket csinálni, és nem akarod a társadat, feleségedet, férjedet így módon örömmel üdvözölni, akkor ne csináld. Is that clear enough? Elég világos ez most már. Thank you.
Mit jelent az, hogy azonnali megvilágosodás? What does immediate enlightenment mean? It means that when you sit down with me and you want enlightenment, you have it right away. Azt jelenti, hogy ha akarsz megvilágosodást és ott ülsz velem, akkor azonnal ezt megkapod. Like this. Pont így. Mit jelent az, hogy legfelsőbb mester? What does supreme master mean? It means yourself, your inside self, your real self. Ti magatokat, az igazi éneteket, a belső éneteket jelenti. Every of you. Mindannyiótoknak van ilyenje. Because the Bible say that you are the temple of God and the Holy Spirit lives within you. So you are just God, you are God. This is only the temple. Mivel a Biblia azt mondja, hogy ti mind Isten temploma vagytok, amelyben a Szentlélek lakozik. And God is the supreme master. És Isten a felső mester, legfelsőbb mester. You are the supreme master. És ti vagytok a legfelsőbb mester. And if you have forgotten, I'm here to remind you and prove it to you. És ha ezt elfelejtettitek, azért vagyok itt, hogy emlékeztesselek benneteket, és bebizonyítsam ezt nektek. Thank you. Dankeschön. Jézus nem volt vegetáriánus. Mi erről a véleménye? Jesus was not vegetarian. What's your opinion? You better go inside and ask the Lord yourself. Okay? Jobban teszed, hogyha befelé fordulsz, és te magad kérdezed meg az Urat. He told me he was. Nekem azt mondta, hogy az volt Jézus. And if you don't believe me, you better go and learn meditation with me. Go inside, meet Jesus and talk to him. És hogyha nem hiszel nekem, akkor sokkal jobban teszed, hogyha beavattatod magad, megtanulod a meditációt, és te magad kérdezed meg Jézustól. Vegetarianism in religion. The Baha'i Faith. Regarding the eating of animal flesh and abstinence therefrom, know thou of a certainty that, in the beginning of creation, God determined the food of every living being, and to eat contrary to that determination is not approved. Selections from the Baha'i Writings on Some Aspects of Health and Healing. Buddhism. All meats eaten by living beings are of their own relatives. Lankavatara Sutra. Also, after the birth of the baby, care must be exercised not to kill any animal in order to feed the mother with meaty delicacies, and not to assemble many relatives to drink liquor or to eat meat, because at the difficult time of birth, there are innumerable evil demons, monsters, and goblins who want to consume the smelly blood. By ignorantly and adversely resorting to the killing of animals for consumption, they bring down curses upon themselves, which are detrimental to both the mother and the baby. Kshitigarbha Sutra. Be careful during the days immediately after someone's death, not killing or destroying or creating evil karma by worshiping or offering sacrifice to demons and deities, because such killing and slaughtering committed, or such worship performed, or such sacrifice offered, would not have even an iota of force to benefit the dead, but would entwine even more sinful karma into previous karma, making it even deeper and more serious, thus delay his rebirth to a good state. Karma means retribution. Kshitigarbha Sutra. Cow die. The most important thing is to stop killing, because animals also have souls and understand like humans. If we kill and eat them, then we owe them a blood debt. Teachings of the saints. Christianity. Meats for the belly and the belly for meats, but God shall destroy both it and them. Holy Bible. And while the flesh was yet between their teeth, ere it was chewed, the wrath of the Lord was kindled against the people, and the Lord smote the people with a very great plague. Holy Bible. Confucianism. All men have a mind which cannot bear to see the sufferings of others. The superior man, having seen the animals alive, cannot bear to see them die. Having heard their dying cries, he cannot bear to eat their flesh. Mencius. Essenes. I am come to end the sacrifices and feasts of blood. If ye cease not offering and eating of flesh and blood, the wrath of God shall not cease from you. Gospel of the Holy Twelve. Hinduism. Since you cannot bring killed animals back to life, you are responsible for killing them. Therefore, you are going to hell. There is no way for your deliverance. Adi Lila.
He who desires to augment his own flesh by eating the flesh of other creatures lives in misery in whatever species he may take his birth. Mahabharata, Anu. Islam. Allah will not give mercy to anyone except those who give mercy to other creatures. Hadith. Do not allow your stomachs to become graveyards of animals. Hadith. Jainism. A true monk should not accept such food and drink as has been especially prepared for him involving the slaughter of living beings. Sutra Kritanga. Judaism. And whatsoever man there be of the house of Israel, or of the strangers that sojourn among you, that eateth any manner of blood, I will even set my face against that soul that eateth blood, and will cut him off from among his people. Holy Bible. Blood meaning flesh. Sikhism. Those mortals who consume marijuana, flesh, and wine, no matter what pilgrimages, fasts, and rituals they follow, they will all go to hell. Guru Granth Sahib. Taoism. Do not go into the mountain to catch birds and nets, nor to the water to poison fishes and minnows. Do not butcher the ox that plows your field. Tract of the Quiet Way. Tibetan Buddhism. The offering to the deities of meat obtained by killing animate beings is like offering a mother the flesh of her own child, and this is a grievous failure, the supreme path of discipleship. Zoroastrianism. Those plants, I, Ahura Mazda, or God, rain down upon the earth to bring food to the faithful and fodder to the beneficent cow. Avesta. Everybody knows that vegetarian diet is good for health and to save the planet. They will be awakening their own great, compassionate, loving self-nature, and then their level of consciousness will rise up automatically, and they will understand more than they ever did, and they'll be closer to heaven than what they are right now. Hasonlít-e ez a módszer az agykontroll tanfolyamon tanult meditációhoz? A pozitív gondolkodást is mérgezhetik lelki vírusok. Pontosan mik ezek? Is this method similar to the brain control meditation technique? No. Nem. We don't need to control anything. Nem kell semmit ellenőrzés alatt tartani. When God comes, every dark things disappear. Amikor Isten eljön hozzánk, minden kétely hova száll. God is within us already. Isten már is bennünk van. There was a second part of it. Positive thinking can also be poisoned by spiritual viruses. Well, that's why we have to keep ourselves pure, keep the Ten Commandments, eat vegetarian, so that whatever we think will be pure, pure consciousness and not the human ego. Hát ezért kell tisztán tartani magunkat, megtartani a 10 parancsolatot, és vegetáriánusnak lenni, és nem az égóból élni. Gyakorlati tanácsokat kérünk arra vonatkozólag, hogyan nyílik meg a spirituális szemünk, hogyan érjük el a megvilágosodást, mennyit meditáljunk naponta. We are asking practical advice, how to open the spiritual eye, how to reach enlightenment, and how much to meditate every day. Oh, I will show you that later. Yeah. Később majd megmutatom. That's why we need a little time with you to tell you what to do for your daily practice. Then you can do it alone without having to contact me every day. Pont ezért lesz ez az idő velem ezután, hogy elmondhassam, hogy milyen gyakorlati dolgokat kell csinálni naponta, hogy ne kelljen kapcsolatba lépnetek velem. We will show you everything and help you to open your spiritual eye as well. Mindent segítünk, megmutatunk nektek, és segítünk abban is, hogy kinyíljon a spirituális szemetek. Mit kell tennem minden nap ahhoz, hogy Istennel kapcsolatba kerülhessek? Imádkozni? What do I need to do every day to get in contact with God? Do I have to pray? No. Nem. God will come by himself. Isten maga eljön. Praying is only when we don't know God. When God is there, it's a direct blessing. Mi imádkozni, akkor imádkozunk, mikor Isten nincs ott. Amikor ott van, az közvetlen áldás. Miért beszél Istenről és nem Buddháról? Talán mert nem kereszténynek született? Vagy közelebb áll hozzá Isten, mint például Buddha?
Why do you talk about God and not Buddha? Is it because God is closer to you than Buddha? Okay, then I will talk about the Buddha next time. Akkor legközelebb a Buddháról beszélek. They are both the same. Ugyanarról van szó, ugyanis. We have only one Father, God. Egy atyánk van, csak Isten. Some people call them Buddha, some people call him Allah, some people call him God, some people call him Father, some people call him the Beloved, some people call him the Almighty. It doesn't matter. Van, aki Allahnak nevezi, van, aki Buti, az Úrnak, az Atyának, teljesen mindegy, hogy hogy hívjuk. We have too many different languages in this world, that's why. Túl sok különböző nyelvünk van ezen a földön, ezért van ez így. Mi van a világegyetemen túl? What is there beyond the universe? Beyond the universe? Beyond the universe, yeah. Az univerzumon túl? There's no such thing as beyond the universe. Nincsen olyasmi, mint a világ mindenségen túl. Because the universe is no beginning and has no end. Mert a világ mindenségnek nincsen kezdete és nincs vége. Az öt szabály első pontja nem vonatkozik a növényekre. Azok nem érző lények? Az ő életüket szabadon elvehetjük? The first point of the five precepts doesn't talk about plants. Are they not sentient beings? Can we take their lives? Oh, yes. They have more neutral kind of energy and we temporarily should take them in order to survive. Semlegesebb energiájuk van, és átmenetileg magunkhoz kell vennünk őket, hogy túlélhessük, tovább élhessünk. They do not suffer so much like animals. Nem szenvednek annyira, mint az állatok. So we are allowed to take them as nourishment. És ezért szabad táplálékként magunkhoz venni őket. For example, if you cut one branch of peppermint, it will grow 3, 4, 5 branches after that. Például, hogyha a mentáról leszakítotok egy kis ágacskát, akkor 3-4 újabb ágat fog kihajtani. But if we cut an arm, a leg of a pig, it will not grow 2-3 more legs. De ha egy malacnak egyik csonkáját lenyelsük, akkor nem fog 3-4 csonkája kinőni. Honnan lehet megismerni az igazi mester? Manapság sokan deklarálják magukat annak. Okay. How can we know the real master? Recently, many people claim themselves to be real masters. Yes, that's a very good question. Igen, nagyon jó kérdés. If you don't know, then you must go home and pray very sincerely to God. Hogyha nem vagy biztos benne, akkor jobb, hogyha hazamész, és nagyon őszintén imádkozol Istenhez. It takes a very high consciousness to know a master. Nagyon magas tudatossági szint kell ahhoz, hogy igazán felismerj egy mestert. Very unfortunate. Sajnos. And that's why they killed Jesus. Pontosan ezért ölték meg Jézust. The people in this physical prison, they will be blind to the truth. Mert hogy az emberi, a fizikai létbe, börtönében szorított emberek vakok az igazságra. When Jesus and his disciples were alive, wherever they go, they radiate light. They have halos around their head and their body, but not many people can see that. Amikor Jézus és tanítványai valahova elmentek, akkor dicsfény lengte őket körül, de nagyon kevés ember látta is ezt meg. Same now. Most is ugyanez a helyzet. You see, a modern saints now, they also have light, but only if you have a higher level of eye can you see. Modern szenteket is fény veszi körül, de csak nagyon kevesen látják azok, akiknek egy kifinomultabb érzékük van. But as a general guideline, whoever can help you to see the brilliant light inside, that means he can bring you to God consciousness, bring you closer to God. De általános útmutatásként annyit mondhatok, hogy bárki, aki segít abban, közelebb vigyen a fényhez, az segíthet neked. And another general guide is that that whoever that master is, he must be omnipresent, means he can appear in many places at the same time. Egy másik ilyen útmutató arra, hogyha valaki mester, akkor egyszerre tud jelen lenni több helyen. Because the disciple will be in many different places, and if the master cannot manifest in many different places, then he cannot hear the praise of the disciple and cannot help them effectively.
Mert a mesternek különböző pontokon sok helyen vannak tanítványai, és hogyha nem tud egyszerre jelen lenni több helyen, akkor nem tud nekik segíteni. So you can either ask the master directly or if he is omnipresent, which is the quality a master must have, or you can ask other disciples of the master whether they have experienced the omnipresence of the master, then at least you know a level of the master. Egész egyszerűen közvetlenül megkérdezheted a mestertől, hogy egyszerre tud-e jelen lenni több helyen vagy sem, vagy pedig egy másik tanítványát kérdezheted meg, hogy megtapasztalta-e már a mesternek ezen tulajdonságát. Yes, please. Okay. Van-e pokol? Aki nem hisz, az a pokolra jut. A Biblia sokat ír a sátánról és a pokolról. Is there such a thing as hell? If someone doesn't believe, does that person go to hell? The Bible talks a lot about Satan and hell. We are all believers in some kind, just that we cannot define our feeling about the belief. Mi mindannyian hiszünk valamiben, csak nem tudjuk pontosan megfogalmazni, hogy mi is a mi hitünk. It's difficult also to believe in God when we don't see him. Nagyon nehéz hinnünk Istenben, amikor nem látjuk. So God will not punish us for not knowing him. Isten nem fog megbüntetni minket azért, hogy nem ismerjük őt. It's just if we, at least we try to be a good human being, then we don't have to go to hell. Egyszerűen csak próbáljunk meg jó emberek lenni, és akkor nem jutunk pokolra. And we will be given another chance again to know God in the next time. És újra lehetőséget kapunk arra, hogy legközelebb megismerjük Istent. Miért nem oldja fel Isten a hajléktalanokat, és miért engedi szenvedni a beteg embereket? Why doesn't God help the homeless, and why does he let suffer the sick people? God doesn't want any of us to suffer. We suffer because we don't know God. Na, Isten nem akar, hogy bármelyikünk is szenvedjen. Azért szenvedünk, mert nem ismerjük Istent. That's why it is said that seek you first the kingdom of God. Ezért and everything will be added unto you. Ezért mondja azt, hogy először jussatok el a mennyek országába, és aztán minden megadatik. We have treasure inside, but we forgot to make use of it. That's why we suffer. Bensőkben kincsek vannak, csak elfelejtettük, hogy hogy is használjuk őket, és ezért szenvedünk. Szeretném megkérdezni, hogy a mester tud-e beteget gyógyítani. I'd like to ask whether master can heal the sick people. I don't do anything. Semmit sem csinálok. I only let God does whatever he wants to whomever he chooses and whenever he feels fit. Egyszerűen csak hagyom, hogy Isten azt tegye, amikor és ahol ő úgy érzi, hogy tennie kell. There are people who claim to be healed by me, but I tell you, the credit is God's. Azt mondhatom, hogy vannak, akik azt állítják, hogy én gyógyítottam meg őket, de én viszont azt mondom nektek, hogy Isten illeti a dicsőség. I'm merely just an instrument, and God's blessing flow through to heal whomever he chooses to heal. Én csak eszköz vagyok, és Isten kegyelme rajtam keresztül árad, ahhoz, akit ő éppen erre kiválaszt. But it happens. De megtörténik. Mi értelme van, ha egy kisbaba néhány perc, óra után meghal, vagy ha egy ember teljes szellemi nyomoréknak születik? What is the meaning if a little baby dies after several minutes or hours, or if a person is born as a disabled, mentally disabled? There are many ways the souls choose to present itself in this world. Nagyon sok módot választanak a lelkek arra, hogy megmutatkozzanak, megjelenjenek ezen a világon. And God made arrangement with that soul to do such and such things, and we cannot understand them all. És Isten elrendezte ezzel a lélekkel ezt vagy azt a dolgot, és mi nem érthetünk meg mindent. Sometimes, in order to reach God, a soul, personalized souls, choose to be a disabled, for example. Előfordul, hogy egy lélek, aki éppen személyiséget választ magának, egy szellemileg fogyatékos, vagy egyébként fogyatékos valakit választ. Sometimes in order to
awaken the love within a parents, a particular parents, the soul choose to be born and die shortly afterward. Előfordul az is, hogy egy lélek azért, hogy egy szülőben a szeretetet fölébressze, elvállalja azt a feladatot, hogy nagyon rövid időre megszületik. God arrangements are impossible to explain or and to count or with our fingers. Isten elrendezését nagyon nehéz megmagyarázni, vagy az ujjunkon végig számolni. Everything is for the best of the development of our spiritual progress. De minden a spirituális fejlődésünk érdekét szolgálja, lehető legjobb módon. Van-e feltétele a beavatásnak? Ha valakit beavatnak és megszegi a szabályt, mi történik? Miért kell 2.5 órát meditálni naponta? Ez nagyon sok egy dolgoz embernek. This is a group of questions all related about meditation. If someone is initiated and doesn't keep the precepts, what will happen? Ha valakit beavat, no? És nem tartja meg a szabályt. As you sow, so shall you reap, why you ask me. Amint aratsz, úgy. Amint vetsz, úgy aratsz. Whatever way you choose to walk your life, there is a consequence. Bárhogy is választod, hogy járd az utadat, mindennek meg lesz a maga következménye. So choose carefully. Gondosan választhatok. Okay. Thank you. The last question in this group, why do we need to meditate 2.5 hours a day? It is too much for a working person. You try your best. If you can meditate, the more, the better for you. It's just like the more money you earn, the more wealthy you become. Mert azt teszed, ami telik tőled. Minél többet meditálsz, annál jobb. És pontosan úgy, mint hogy minél több pénzt keresel, annál gazdagabb leszel. That is just a recommended numbers, but you will just try your best as much as you can. Csak ajánlott mennyiség, és próbáld megtenni a tőled telhető legtöbbet. We work like 10 hours, 12 hours, or 8 hours just to fit this ephemeral body, and we were not willing to do only 2.5 hours just to know our true body. It's a pity. Uh-huh. Tehát 10-12 vagy 8 órát dolgozunk csak azért, hogy ezt a mulandó testet öltöztessük és jól lakassuk. És akkor nem vagyunk képesek arra, vagy nem vagyunk készek arra, hogy 2.5 órát töltsünk a spirituális énünk töltekezésével. Ebben a vallási és szektás zűrzavarban mi lesz a kiút? There are many sects and religions, and there is a big mess. What is the solution? Because we do not know God, so we try so many different ways. But if we do know God, there's only one way, and we will not need any labels or names or outside rituals anymore. Azért van ennyi ág, mert hogy nem ismerjük Istent. Ha Istent ismerjük, akkor csak egyetlen út létezik, és nincsen szükségünk semmilyen címkére, semmi külsőségre. Thank you. Beteljesednek-e a világ végével kapcsolatos jóslatok, és be fog-e következni az, ami a Bibliában megvan írva? Are the predictions about the end of the world will happen? The end of the world? Yeah. Oh. And will it happen what is said in the Bible? The world will end the minute you die, anyhow. A világ befejeződik abban a pillanatban, amikor meghalunk, különben is. So to each of us, we should worry about our end of the world. Tehát mi mindannyian a saját világ végénkkel kellene, hogy foglalkozzunk, amiatt kellene aggódnunk. Even if the world still exists and we end, what is the use? Még hogyha valóban ami lehető legrosszabb bekövetkezik, akkor mi ennek a haszna? So, I will show you how to continue life. Megmutatom nektek, hogy hogyan folytassátok az életet. Hogyan különböztethetjük meg a bennünk megszólaló ego akaratát Isten akaratától, Isten hangját a gonosz hangjától? Mindkettő erős lehet egyszerre. How can we distinguish the voice of ego from the voice of God inside us? Both of them can be strong. Aha.
We only know if we truly are pure within ourselves. Azt már is tudjuk, hogy valóban önmagunkban igazán tiszták vagyunk-e. For that reason, you should learn meditate properly. Ezért meg kell tanulnunk, hogy hogyan kell rendesen meditálni. And during the time of initiation, I will show you everything, how to protect yourself, how to distinguish between the positive and the negative, the real and the false. És a beavatás során megmutatom nektek, hogy hogyan kell megkülönböztetni a negatív és a pozitív között, az igazi és a hamis között. És hogy hogyan védjétek meg magatokat. Until you remember fully that you are the master, you should know some necessary instructions. Amíg nem tudjátok igazán, hogy ti vagytok a valós mesterek, addig követnetek kell az instrukciókat. This is the last question, ez az utolsó kérdés. Fontosabbnak tartja-e a meditációt, mint az imád? Do you think that meditation is more important than prayer? Meditation is the highest form of prayers because in this kind of meditation you contact directly to God. So whatever you tell Him is a direct prayers. A meditáció a legmagasabb szintű ima, mert ilyenkor közvetlenül kapcsolatban vagyunk Istennel, és bármit is elmondunk ilyenkor, az közvetlenül hozzáérkezik. Yes. Thank you very much. Nagyon köszönöm. Thank you, the translator. Köszönöm a tolmácsoknak is. And thank you all of you. Kedves mester. Thank you. Nagyon szépen köszönöm, hogy megválaszoltad kérdéseinket és eljöttél hozzánk Magyarországra. Thank you very much for answering our questions and for coming to Hungary to visit us. Thank you for the invitation. Nagyon köszönöm a meghívást. It's been many years, finally I'm here. Nagyon sok éve próbálok már jönni, és végre itt vagyok. Due to your inner sincerity. Köszönhetően a belső őszinteségeteknek. I'm not very fond of travel. Nem nagyon szeretem az utazást. But since you have been so lovingly invited many times, I'm just obliged. De mivel olyan sokszor, olyan szeretettel ilyen hívtatok meg, ezért egyszerűen el kellett jönnöm. I just obey your request. És egyszerűen csak eleget teszek a kéréseteknek. And so, by the way, other people also have a chance, and let me see them. Hogy másokat is láthassak, és ezért másoknak is tudjak lehetőséget adni. God bless your country, your people, and the world. Isten áldja meg a népeteket, az országotokat, és a világot. You are very lovely people. Nagyon szeretetteli emberek vagytok. Very spiritual in the heart. Szívetekben nagyon spirituálisak. Okay. See you. Viszlát. Thank you.
Supreme Master Qinghai's lectures are not a complete meditation instruction. Please do not try alone. For free of charge guidance, please visit godsdirectcontact.org or contact any of our centers near you. Be vegan, make peace.